Három győztes bajnoki meccs után lépett pályára Jászberényben a Fátum Nyíregyháza azzal a céllal, hogy folytassa jó sorozatát. Az első játszmát a hazaiak nyerték, de a második szett már a vendégeké volt. A harmadik játszmát is behúzta Hollósi László együttese, a negyedik szettben pedig hiába próbált meg mindent a házigazda, a nyíregyháziak nyerték a szoros végjátékot, így a vezetőedző szerint értékes győzelemmel gazdagodtak. Egy nagyon motivált csapat, és én úgy gondolom, hogy tényleg most minőségi légiósokkal sikerült megtüzdelni a Jászberényt. Úgyhogy az, hogy igazából a második felébe tanyáznak, az egy kicsit csalóka volt, de hát hogyha már úgy fordítjuk le, hogy pontot csentek a Vasastól és a Újpesttől, akkor azért mutatja, hogy itt olyan verességek voltak a Jászberény részéről, ami tényleg nagyon szoros volt. Úgyhogy erre számítottuk, egy kicsit mi görcsösek voltunk, nem teljesen úgy működött minden, ahogy szerettük volna, de annak örülök, hogy ha nem életünk legjobb játékával, de sikerült nyernünk. Az Extraliga tabellájának élén a Fátum Nyíregyháza áll 4 győzelemmel, megelőzve az egyaránt 4-1-es mutatóval rendelkező Kaposvárt és Békés Csabát. A nyíregyháziak csütörtökön az 1 győzelem mellett 4 vereséges szenvedő Újpestet fogadják. Szóval intenék mindenkit, hogy lebecsüljük az Újpestet. Annál sokkal jobb játékosokból áll az Újpest, mint hogy úgy gondoljuk, hogy itt egy tükörsima mérkőzés lesz. Valóban egy kicsit, ha mi lehetünk úgymond a pozitív meglepetés, talán ők egy kicsit a negatív meglepetés, mindenki egy kicsit többet várt tőlük. De én úgy gondolom, hogy egy nagyon éles mérkőzés lesz, hiszen lehet, hogy ez az utolsó esélye az Újpestnek, hogy tényleg elkezdje a felzárkózást, és reális esélye maradjon a 4 közé. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy sebzett oroszlán fog ide érkezni, úgyhogy nekünk nagyon készen kell állni erre a harcra. És ezért is nagyon fontos az, hogy a szurkolók kilátogassanak. Tehát ne higgyék azt, hogy otthonról elég buzdítani a csapatot. Tényleg most nekünk minden torokra szükségünk van. A Fátum Nyíregyháza Újpest mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.